üdvözlök mindenkit! Július végén járunk, és talán látható, hogy egy nyárhoz képest viszonylag erőteljes hidegfront érkezett, ami annyit akar, hogy 6-8 fokos lehűlést mond az átlaghoz képest, valamint erőteljes északi szelet. Így gondoltam, nem tétlenkedek, a következő 3 napban eljövök horgászni, a helyszín pedig a festői szépségű pötritei horgásztó, ami rendkívül szép, rendkívül nyugodt. Egy-két igazándiból szép pont is lakja a vizet, azonban nagyon-nagyon nehéz pálya, hiszen mint látható rendkívül sok a bokor, a tuskó, a nádfal, és hát bizony a pontyok ezeknek a közvetlen környékét usszák, járják, így ezek mellett kell horgászni. Tovább nehezíti a horgászatot, hogy nagyon-nagyon sok törpeharcos él a tóba, azonban mindezek ellenére úgy gondolom, hogy ha sikerül mindent összehoznom, akkor egy 15 kg feletti ponty az már nagyon-nagyon szép eredmények számítana. Ez most a célom a következő 3 napban. Aztán meglátjuk majd, hogy milyen eredménnyel zárom a túrát. Most az előtti zsinort tekertem fel. Nagyon-nagyon fontos, hogy használjunk előtti zsinort. Viszont a végszereléket most nem készítem el, hanem csónakba szállok, helyet keresek. Alaposan megetetem a horgászhelyeket, és majd csak délután fogom bevinni az előkéket a megjelölt területre. Lassacskán esteredik, és elkészültem a szerelékekkel közben. Ahogy említettem, napközben nagyon-nagyon sok a tóba, sajnos a törpeharcsa, így ebből a megfontolásból, hogy lehetőleg az előkémet ne tudja összegubancolni, a sok apró kis mohó ördög, így a kordának a bóm előke zsinórját használom most mind a két botomon. Ez egy viszonylag vastag, nagyon-nagyon merev, kicsi, nehezen kezelhető előke zsinór, viszont rendkívül jó tulajdonságokkal bír. Nagyon-nagyon jó süllyed, szinte láthatatlan, és amit említettem, a legfontosabb előnye, hogy annyira merev, hogy a törpeharcsa valószínű ezt az előkét nem fogja tudni összetekerni. Viszont ha jó szerelékkel készítjük el, akkor nagyon-nagyon hatékony, szinte 1000%-ra jól akadó előkét tudunk belőle készíteni. Én most az egyik botomon egy sima D-riget csináltam, abban van egy pici kis forgó, ezen van egy 24 mm-es crustacean keményített, könnyített boily felkínálva, ez lesz majd a rövidebbik botomon. Tényleg akárhogyan szív a ponty erre az előkére, a horog rögtön lefordul, és már is alsó akadással megvan a kapás. Úgyhogy ezt fogom az egyik botomon használni. A lead clipsem, vagyis az ólom clipsem az egy újfajta, szintén korda típusú lead clip, ami azt jelenti, hogy a korda csinált egy olyat most, ami sokkal könnyebben enged, hogy a gumiharang hátrébb csusszon, ugye mivel elhagyós szerelékekkel kell horgászni, jelen esetben majd követ fogok felrakni súlynak, így kapáskor sokkal könnyebben fog a gumiharang hátra csúszni, ezáltal a kő elveszik, és jobban tudom majd fárasztani az akadók között is, hogy esetleg betörne az akadókba. A másik botomon egy nemrég látott úgynevezett Rani előke van, ami első látás egy kicsit abszurdnak tűnik, ugyanis egy quick change-be van belakasztva a horognak a szeme, ezáltal valójában nem az előkét kötjük a horoghoz, hanem ez a kis quick change forgó végzi el az összeköttetést az előke zsinór, illetve a horog között, és ez a kis forgó az, ami segíti azt, hogy a horog nagyon-nagyon agresszíven mindig leforduljon, és szinte visszafújhatatlan előkét hoz létre. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog funkcionálni, nagyon-nagyon-nagyon megtetszett, úgyhogy nagy reményekkel kötöttem meg az egyik botomra. Ezen az előkén egy 24 mm-es pearl boily van, valamint egy pink színű solution pop-up boily. Azt el kell mondanom, hogy a crustacean, illetve a pearl boilikat, amivel a túrára érkeztem, egy jó 2 hétig szárítottam őket, tehát csontkemények, ettől függetlenül egy
kis zsugorfóliával azért bevontam a fekvő csalimat, hisz nem lehet tudni, hogy a pontyok mikor érnek ide, és amíg a pontyok nincs a vezetésen, addig nagyon-nagyon sokszor a törparcsák próbálnak azért a bojlikkal elbánni. Így biztonság kedvéért bezsugorfóliáztam. Szóval így néz ki az a két előke most. Erre is szintén majd egy kőkerül forgóval elhagyós, szintén hátracsúszós gumiklipszes megoldással. Most egy pár szempont magamhoz veszek, bemegyek, lerakom a szerelékeket, élesítem a jelzőket, és kezdődhet a peca, meglátjuk, mit hoz az éjszaka majd. Most kezd majd igazándiból izgalmassá válni a dolog, hisz a jobbos botom is a helyén van. Beálltam a féket, beélesítem a jelzőt, és valójában kezdődhet a pötrétei ponthorgászat. Remélem, hogy a holnap reggeli órákban már tudok valami szebb halat mutatni, meglátjuk. Tehát az első éjszaka, és hát sok minden nem történt, azon kívül, hogy volt egy hatalmas eső, és reggel nagyon-nagyon szép volt a táj, gőzölgött a tó, csurom víz volt minden, azon kívül azonban tényleg semmi esemény nem volt, kivéve a törpeharcsák aktivitása, ami rendkívül nagy, hisz szomorúan láttam a reggeli frissítésnél, hogy teljesen szétvágták a csalikat, még befóliázva is. Ezért most azt találtam ki, hogy nem csak keresztbe fóliázom be a bojlit, hanem átlósson is. Illetve talán látni, hogy előkerült a 30 mm-es nagyságú csalizó bojli is. Ezzel próbálom meg most majd a horgászatot, illetve elérni azt, hogy valamilyen utóbb módon megvárja a etetésre beérkező pontyokat. Szerintem még nem lehetnek itt a pontyok, hisz hogyha megjönnek, akkor már általában nem szokott a törpején aktív lenni, de most brutál mi van itt. Másik gond még, hogy a meteorológia ígért már a viharos északi szelet, na helyettem most van viharos déli, úgyhogy az idő jó sokszor régiek már, de hát ez legyen a legkevesebb probléma. Valójában ez a törpeharcsa támadásokat kellene kiküszöbölnöm, ezért most talán ez a dupla zsugorozás megoldja majd a problémát. Teszek fel erre is egy solution pop-upot, most megpróbálom fehér színnel, hát ha a tőzeger jobban működik majd. Illetve ami még fontos, hogy a törparcsáknak az aktivitását látva arra gondoltam, hogy a tigrismogyorónak a mennyiségét megnövelem egy picit, hisz nem lehetek másban biztos, csak abban, hogy a tigrismogyor ott marad, hiába vannak a bojlik szinte csontkeményre szárítva, valószínűleg ezek a mohó törpék ebben a meleg vízbe idő után megkezdik azokat is, úgyhogy gondoltam, a mogyoró az, ami talán majd segíthet, úgyhogy ennek a nagyságát most kicsit megnövelem. Azt, hogyha jön pontja, akkor majd visszaveszem, és akkor megint a bojli kerül előtérbe.
Közben elkészült a csali, ez most egy 30-as pörl duplán befóliázva, illetve egy Solution 18-as pop-up boily. Lehet, hogy még a pop-upot is be fogom most fóliázni, mert ugye éjszaka is hóembereztem, és a pop-up is eltűnt, amelyik nem volt befóliázva. Úgyhogy szerintem fogok keresni egy gyugor fóliát. Most olyan 2-3 óráig várok, hisz Pötrétén szokott lenni a déli órákban is néha kapás így a bokrok közelébe. Aztán, hogyha nem lesz semmi, akkor ez az előkel fog most bekerülni, és meglátjuk, hogy mit fognak vele tenni, majd a törpék, illetve a pontyokat sikerül-e megtalálnom vele. Meglátjuk. Megvan az első ponty, bár a kitűzött céltól még nagyon-nagyon messze van, lehet, hogy 4-5 kilós. Ahhoz képest, hogy milyen kis picike, nagyon-nagyon erős kapást csinált. Aztán valójában gyorsan utolértem, és megszálkoltam. Még túl kicsi ahhoz, hogy igazi befűzős mutatványokra képes legyen. Mindenesetre bemelegítésnek jó volt. Remélem, aztán ilyentől fog már csak a nagyobbak fognak érkezni, meglátjuk. Meg mehetsz is most vissza. Mint látszik, ismét esteledik. Az előbb ért véget egy hatalmas vihar. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy a röptem álló éjszaka mi fog történni. Esetre a botokat frissítem. Bízunk a legjobbakba. Jó, utána szóltam egy kicsit több mogyorót, mind a két területre, a hosszúra is, meg erre is. Most nem etettek sokat. Meglátjuk, hogy ki fog működni. Hihetetlen szinte az egész tavon lehet, egyedül vagyok, mert hatalmas néma csend van, sehol egy hang, semmi. Gyönyörű szép ez a táj. Na reméljük, hogy éjszaka lesz akció. Reggel 8:30 van, és épp a kávémat főzöm. Nem mint hogyha olyan hatalmas mennyiségű órát lettem volna fenn az éjszaka folyamán, hisz összvis sajnos egy kapásom volt. Az se lett meg. Arra gyanakszok, hogy a rendkívül tőzeges
akadós pici ágakkal borított talajon az előke valami úton módon rosszul lehetett lerakva, rosszul lehetett, rosszul pozícionált valahogyan, és a halig az rászívott a csalira, azonban és a kő is leesett, amikor mentem, már be nem volt a kő, valami úton módon nem tudta a horog rendesen a szájába beülni neki, csak erre tudok gondolni, hogy jók az előkéim, illetve nagyon sok pici kis gödör is van minden fel a talajon, nagyon-nagyon egyenletlen ez a fel a tónak, és csak egy erre tudok gondolni, hogy rosszul feküdt az előke. Most az van, hogy lassan kezdek kifogyni az ötletekből én is. Fogalmam sincs, hogy mit kellene még próbálkoznom, csinálnom. Minden esetre nem adom fel, hisz még van egy jó bő 24 órám. De mit találj ki, még nagyon nem tudom. Gondoltam arra is, hogy esetleg egy másik helyeket kellene keresnem, és ott elhelyezni a csalikat. Azonban nem hiszem, hogy jó ötlet lenne, hisz most már több mint két napja tetem a kijelölt pontokat. És meg kell, hogy álljon a hal. Tehát hogyha nem is nagy számba, de egy-egy pontnak be kéne, hogy jöjjön most már. Úgyhogy azt fogom csinálni, hogy most megkávézok, ezt egy reggelit, talán közben az eső is megáll majd. És valamit ki kell, hogy találjak, hisz nagyon-nagyon-nagyon jó lenne egy igazi testes pötrétei beste itt a kezeim között. Egy fotó erejéig, meglátjuk, megteszek mindent. Hát az is lehet, hogy ez a túra nem fog sikerülni most jól. De esetleg nem adom fel, hisz még van időm bőven. Esteledik, és amit látszik, hatalmas a csend, szinte áll a víz. Az előbb végeztem a frissítéssel, annyit csináltam, hogy mivel délután a hosszúra húzott botommal fogtam egy ilyen 5 kilós kis tükröst, egyszerűen pop-up oilival, ezért most gondoltam, felteszek mindent egy lapra is, mind a két botomra pop-up oilit raktam. Bezsugor fóliázva, ugyanis ha nincs befóliázva, döbbenet, de lerágja a törpe az egyszerűen pop-upot is. És a boilit azt teljesen abbahagytam az etetését neki, mert semmi értelmét nem látom. Helyette a pop-up boili környékre egy kevés főtigris mogyoró került. Hát nem tudom, hogy lesz-e még valami az éjszaka folyamán. Mindenesetre nagyon-nagyon-nagyon bízok benne, hogy történik bármi. A vízbe benn van, tehát volt már rá precedens, hogy 2-3 órát, 2-3 jó volt is fogott az ember. Aztán persze volt, hogy nagyon-nagyon sokszor eredménytelenül zártuk a horgászatot. Ez egy ilyen víz, azonban nagyon-nagyon-nagyon inspiráló tud lenni, hogy az ember fog egy igazán szép halat benne. Úgyhogy ezért jöttem én is ide. Minden esetre itt ez a hatalmas matrac. Nem lenne baj, hogyha nem maradna szárazon. Nagy boldogan elhoztam, de hát egyelőre még nem sok minden volt bent. Na mindegy, utolsó éjszaka következik, a cél az még mindig cél, és amíg a horgok benn vannak, addig nem adom fel.
túrám utolsó reggelén vagyunk, és az előbb egy iszonyatosan erőteljes kapásra reagáltam. Nem tudtam felvenni, és annyira gyorsan húzta a hal. Aztán egy rövid küzdelem után ezt a körülbelül 8-9 kg-os igazi sötét színű pötrét egy vadpontot sikerült meg merítenem. Attól függetlenül ez a túra most nem volt halakba bővelkedő, nagyon-nagyon jól éreztem magamat, az időjárás kellemes volt. És megtanított ez a horgásztúra ismét arra, hogy mindig van egy-egy olyan módszer, egy-egy olyan megoldás, mivel ha nehezen is, de a gyengén táplálkozó halakból egyet-kettőt ki lehet piszkálni. Ezen a túrán a Roni előke úgy gondolom, hogy az új kedvencemé vált, hisz ezt a halat is azzal fogtam, egyszerűen pop-up boilival. Úgyhogy bár kitűzött céltől ez a hal messze van nagyon, de minden esetre jó túra volt, jó horgászat volt, legközelebbre még nagyobbakat sikerül megfogni. Mindenesetre köszönöm, megmentettél. Muah.